Június 11-én már a délelőtt folyamán nagy volt a jövésmenés a Rákoshegyi Közösségi Ház környékén. Míg a felnőttek a Rákoshegyi Sokadalom hagyományos főzőversenyére készülődtek, a gyermekek körében nagy sikert aratott az a táncházi foglalkozás, mely a kerületi kötődésű Göncöl együttes és az Aranymálinkó hagyományőrző néptánc együttes tagjainak közreműködésével valósult meg. Próbáljuk minél fantáziadúsabbá tenni ezt az egész táncházat, próbálunk a gyerekek kreativitására építeni, és úgy látom, hogy ez eléggé így tetszik is nekik, meg ez az, ami bevonja őket, hogy próbálunk most is például egy mese köré építeni, és akkor így bele tudják magukat képzelni, akár a régi időkbe. Eközben a különböző kézműves programok mellett angol nyelvi klub és ugrálóvár várta a kicsiket és a nagyokat a helyszínen, majd a Mintapint zenekar interaktív koncertjére is sor került. Az együttes számos báb és eszköz segítségével egy cirkuszi kalandozást adott elő a látogatóknak. Ez egy koncepció, amit már régóta csinálunk, ez a cirkuszi műsor, ami az első lemezünknek is a címe, a Kész, mint a cirkusz. Már két lemezünk van egyébként, most a harmadik, és hát igazából erre a koncepcióra vannak fölfűzve a dalok, ilyen jelmezes, beöltözéses dolgokkal, és ezek nagyon-nagyon nagy sikerűek mindig. A nap folyamán a kerületrész önállóvá válásának 100. évfordulója alkalmából a Rákos Csabai Nyugdíjas Klub egy kis ajándékkal kedveskedett Szabó Tibornénak, aki a Rákoshegyi Polgári Kör elnökeként az idei rendezvénysorozat aktualitásába is betekintést engedett. Ennek az mostaninak különös aktualitást azaz, hogy Rákoshegy ebben az évben ünnepli önállóvá válásának 100. évfordulóját. És nagy örömöm számunkra, hogy ebből az alkalomból, idézőjelbe, megvalósul végre Rákoshegyiek nagy álma, a Rákoshegyi Közösségi Ház megépül, és ennek a térközpályázatban, 2016-ban kiírt térközpályázatnak egy program eleme az, ami kapcsolódik a közösségi házépítéshez és a Szent István Park megújításához, ez a mai program. Ebédidőre elkészültek a bográcsokban az étvágygerjesztő ételek, melyeket ezúttal is szigorú szempontok alapján bírált el a szakmai zsűri. A jubileumi fakanáviadal keretében idén 7 csapat mérte össze a főző tudását, a legjobbak pedig egy különleges elismerésben a nemeskövi Dénes díjban részesültek. A Dénes halála 2 évvel ezelőtt következett be a Covid közepén, tehát ő már az utolsókon nem tudott részt venni. Na most akkor mi, akik együtt dolgoztunk vele, azt gondoltuk, hogy megérdemel egy emléket, hogy minden évben legalább egyszer a díjkiosztáson hangozzék el a neve. Ő az úgynevezett fehér sapka lend rovagja volt, amiből a világon 25 van, több már nem is lesz, és ő volt az egyetlen magyar. Csalfa szemeimet rá, sem merem venni, fiatal az édesanyja, azt is kell szemben. A közösségi ház udvarában többek között a Rákoshegyi Rezedák dalkör műsorát is megtekinthették a jelenlévők. A formáció visszatérő vendégként lépett színpadra, így nagy örömmel és színes repertoárral érkeztek az eseményre. A programot úgy próbáltuk összeállítani, hogy mindenki tudja énekelni, tehát semmi különlegeset nem hoztunk most, hanem próbáltunk, hogy egy tényleg olyan, hogy most jót ebédelt, ívott, mindenki evett, hogy egy jót énekeljen és jól érezze magát. Csupa közismert dalból állítottuk össze. A helyi polgári kör szervezésében megvalósuló programon tiszteletét tette dr. Bakos András, Rákosmente alpolgármestere is, aki gyermekeivel érkezett a családi programra.
Jó az, hogyha a közösségek épülnek, ez a lokális lokálpatrióta szemlélet kialakul az emberekben. Nagyon jó, hogy a fiatalok, idősebbek össze tudnak jönni egy főzőverseny keretében. A rendezvényen dr. Bényi Zsolt, a kerületrész önkormányzati képviselője, a sokadalom célját is megfogalmazta. Nagyon röviden és nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy együtt lenni békében, szeretetben, ez a cél. És hogyha körülnézünk a szűkebb és tágabb világunkban, akkor látjuk, hogy ez nem is olyan egyszerű. Ennyi. A fiatalabbak pedig délután sem unatkozhattak, ugyanis az érdeklődők egy bábszínházi előadást is megtekinthettek a helyszínen.